Azt ugye tudjuk, hogy a boltban mi az, ami kapható, milyen adalékanyagokkal van terhelve. Nem kell hozzá a józan paraszti észnél több, mint hogy körbenézek a világba, és azt lássam, hogy rengetegen betegek. Én mindent megteszek azért, hogy tiszta, egészséges élelmiszereket rakjak a családom asztalára. Én tudom azt, hogy minden nap fel kell kelnem. 2 éven keresztül minden nap, mire le tudunk vágni mondjuk egy mangalicát. Kötényem alatt tartom egy gyerekként a férjemet bizonyos esetben, ő pedig a tenyerére emel engem, amikor én gyenge vagyok. Tehát a szabadságom az vele együtt érvényes. Szeretettel fogadjátok a színpadon Ruszkai Krisztinát, a Tulipános Tanya háziasszonyát, az Üvertbe szállt szabadságkönyv szerzőjét, Ozsgyáni Elvirát, aki a biokertészkedés nagymestere, kézzel művel több mint 1 hektár földet, és a Szikvirág Tanya gazdasszonyát, Kovács Vilfényvel diát. A beszélgetésünk témája anya, család, gazdasszony, tanya, házvezetés és minden e köré kapcsolódó témakör. Bizonyára tudjátok, ha más nem az internetről, hogy mindegyik hölgynek, aki mellettem van, megvan az erőssége. Tehát például Dia olyan szép sorokat ír a Facebookra, hogy a lelkét mindenkinek megmelegíti. Mindenki átérzi akár a fiatal korát. És benne ez a gyönyörű, hogy ezt nem kitalálja, hanem ezt való életből veszi. Tudnál erről mondani, Dia, hogy honnan jönnek ezek a szép gondolatok neked? Gyerekkoromból indult ez az egész. Somogyi kötődésem van, és nagyon-nagyon mély élményeim voltak a somogyi dombságban, és egy nagyon szép gyerekkorom a 80-as évek végén, 90-es évek elején, és gyermeki őszintességgel tudtam rácsodálkozni a természetnek a szépségeire. És kicsit befele forduló kislány voltam, vagy hát lehet, hogy nagyon, és mindig a lovakat bámultam, a fogatokat, a fejkendős néniket, ahogy mentek a hegyre kapálni, és ez nagyon-nagyon bemaradt a szívembe, lelkembe, és felnőttként pedig Alföldre kerültem egy Tisza melletti tanyára, és itt ez még jobban folytatódott bennem. Nagyon rá tudok csodálkozni a természet szépségeire, számomra ez jelenti az értéket. Ez többet jelent, mint bármilyen tárgyi dolog, bármilyen bevásárlás tárgynak a megvétele. Tehát az, hogy októberben darvak szállnak fölöttünk, vagy begyújtok egy kemencébe, és beteszem a kenyeret onnan, kiszáll a kenyérnek a sülő kenyér illata, ez nagyon mélyen megérint engem, és ez nekem maga a mindenség. A műsorszám támogatója és partnere a Compumark Stúdió, az informatikai megoldások szállítója. Beszélni nem tudok, főleg sok ember előtt nem, de a Jóisten adott talán egy olyan tehetséget, ezt kompenzálva, hogy leírni nagyon szépen le tudom, azt mondják az emberek, hogy nagyon szeretik olvasni ezeket a gondolatokat. És ennek nagyon örülök, mert nagyon sokan jeleznek vissza, hogy gyermekkoruk elevenedik meg, a nagymamáik dolgos kezei, és hogy megkönnyezik, és ez nekem hatalmas nagy öröm, és ezt köszönöm mindenkinek. Elvirával itt beszélgettünk hátul, hogy hogy is, mint is az élet nagy dolgairól, és én azt szeretném megkérdezni, hogy szabad, mert a férfiakat mindig a miért érdekli. Miért jött ez a biokertészet? És azért 1 hektár az jó nagy, aki kapált már, az tudja. Azzal kezdjük, hogy nem bió, mert az egy minősítés, amit meg kell vegyek. Elnézést, de nem veszek meg. Vegyszermentes gazdálkodásról van szó, és hogy hogyan jött. Hát úgy jött, hogy amikor még nem volt ennyi vegyszer, akkor is ettünk. Valahogy közben elfelejtettük, hogy ez így is lehet, és elhisszük azt, hogy minél több valami, annál jobb. De ez nem igaz. Néha kevesebb, sokkal többet ér, ezt a férfiak szokták tudni. Elsősorban innen, a másik az, hogy így, ahogy vissza tudok tekinteni az őseimre, mindenki parasztolt. És valahogy én is az vagyok. Én ott érzem jól magam. Állatok között nem érdekel a trágyaszag, az nem rossz szag. És ha valami állatnak baja van, a trágyaszagból lehet tudni. És nem érdekel, hogyha fekete a kezem, mert a földbe levette magát, mert a kertben jó lenni. És nem zavar, ha esik az eső, vagy fúj a szél, vagy túl meleg van, mert a természet rendjében ez mind benne van, és ez mind jó. És akkor egy egyik dolog hozza a másikat.
A tanyasi életet, ha kérdezed, vagy ha erre irányult a kérdés, akkor az részemről teljes egyértelműen életmódváltás volt menekülési célból. Ugye van az a mondás, hogy ha nincs helyed a világban, akkor teremtsd meg. Az uniós csatlakozás volt, ami nagyon... Hát kár, hogy nem írtam le egy borítékba, és tettem el valami időkapszulába, mert ezt itt, ami most történik, ezt én megjósoltam akkor, mondjuk lépésről lépésre. Az egyik. A másik, hogy hirtelen nagyot változott a világ a rendszerváltás után, és nekem kamasz gyerekem volt. Az én gyerekkoromban a rossz gyerek, az nem ment haza időbe. Az én kamasz gyerekem korszakában bele lehetett halni a rosszaságba, mert jött kábítószer, jöttek durva közlekedési balesetek, amik addig senkit nem fenyegettek. Sok minden jött, és ráadásul úgy éreztem, vagy hát volt erre esemény, hogy mintha a munka elveszíteni a becsületét, és nekem a gyerekeimet kötelességem megtanítani arra, hogy igenis a munka, ami becsületet teremt. És azt láttam, hogy a hirtelen új gazdag környezetben a gyerekeim ezt nem tudják megérteni, mert nem azt látják, hogy valaki erőfeszítéssel elér bármit, nem csak anyagi dolgokról beszélek, hanem lehetőségekről, nem tudom, tanulásról, akár sok mindenről, hanem hogy van, akinek ez van, és van, akinek nincs. De ez nem igaz. Amiért megdolgozok, az mind az enyém, az szervül az életembe. És ahhoz viszont a városi kényelemből ki kellett menni egy olyan helyre, ahol igen, néha föl kell kelni hajnalba, és néha nem lehet elmenni strandra, mert olyan munka van, amit ma kell elvégezni. Nem holnap, nem tegnap, ma. És akkor ugrik a buli. És ezt valahogy meg kellett tanítanom, és erre is nagyon jó volt a Tanya. Plusz én olyan idős vagyok, hogy én még tudom, milyen a rendes étel. És amit most a boltba lehet kapni, az nem az. Akartam a gyerekeimnek rendes ételt adni, és egészségben fölnevelni. Istenem, köszönöm, sikerült. A Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornával az a célunk, hogy bemutassuk, hogy van egy másik élet, melyben igazán kiteljesedhetsz. Tanya Egyetemmel pedig az a célunk, hogy azokat, akik erre az útra rálépnek, tudjuk azzal az információval és tudásanyaggal támogatni, ami ahhoz kell, hogy ezt az életet sikeresen tudják élni, ne kelljen végigmenniük azokon a problémákon és azokon a nehézségeken, amiken az elején nekünk végig kellett mennünk. Ezek azok a gondolatok, amelyek nagyon fontosak. Tehát itt az Elvira szavaiból azt is hallhattuk, hogy nyugodtan lehet nagyot lépni. Meg lehet húzni 19-re a lapot, valószínű, hogy 21 lett, mint hogy neki is így a szavaiból ítélve beváltotta a reményeket abban, akkor az időben. Úgyhogy itt mindenkit arra biztatok, hogy ezt vegyétek úrra valónak. Kriszti, hozzád fordulnék. Te nagyon eredményes sportoló voltál a lovasportban, és igazából nem tanyasi indítatású lány vagy. Hogyan élted meg ezt a váltást? Milyen belső érzések voltak benned? Mi motivált erre, misin kívül? Nekem az első ez irányú érzéseim azok már az érettségi környékén jöttek, mert akkor is, amikor egyetemet választottam, azt mondtam a szüleimnek, hogy nem szeretnék vendéglátó szállodaszakra menni, mert nem biztos, hogy szállodára mindig szükség lesz, de élelmiszerre viszont szükség lesz. És ezért választottam az Agrár Egyetemet, mert úgy éreztem, hogy egy olyan tudást tudok magamra venni, ami egy örökérvényű tudás, és nem kivesző. Aztán utána persze rá kellett jönnöm, hogy amit ott tanulok, az nem egy tanyagazdasághoz való tudás, viszont nagyon jó alapokat adott nekem ehhez a fajta élethez. A másik motiváció pedig, amit mondtál is, ugye a lovak, hogy vágyom volt, hogy egy olyan területen élhessek, ahol a lovaimmal együtt lehetek, és ezért a velük való kapcsolatot el tudom mélyíteni. Viszont mire én Tanyára értem, addigra asszony lettem, és rájöttem arra, hogy minden ember azért dolgozik, hogy utána az élelmét megvásárolja a boltban. Azt ugye tudjuk, hogy a boltban mi az, ami kapható, milyen adalékanyagokkal van terhelve, és nem kell hozzá a józan paraszti észnél több, mint hogy körbenézek a világba, és azt lássam, hogy rengetegen betegek. Amikor egy fiatal háziasszony családot tervez, akkor szeretné a gyerekeit, akik egy fehér lappal leszületnek erre a világra, úgy nevelni, hogy lehetőleg adalékanyag és mindenféle káros anyag mentesen éljék az életüket, és nekem ez az egész egyszerűen így a sok kis szálból összeállt egy nagy egészé, és így váltam tulajdonképpen gazdaszonnyá egy Tanyán, hogy többféle motiváció együttállásából úgy éreztem, hogy ez a legmegfelelőbb arra, amit tehetek a családomért. Elkerülhetetlen, hogy ráfussunk arra a hármasra, hogy egy hölgy, egy Tanyán, gazdaszony, feleség, családanya. És Kriszt, hogyha már nálad van a mikrofon, kezdjük a gazdaszonnyal. Mennyi idő szerinted milyen munka
hogy valakiből gazdasszony legyen, és mi annak a jele, hogy én jó gazdasszony vagyok? Szerintem egyértelmű jele van, hogyha bőségben van a családom, ami nem egy anyagi bőség, hanem egy olyan típusú bőség, hogy mindig van mihez nyúlni, mindig van egy kis felesleg, amit egy rászoruló ismerősömnek oda tudok adni. Soha nincsen bennem egy olyan pánik, hogy mi lesz holnap, mert tudom, hogy van mihez nyúlnom. Akkor én úgy gondolom, hogy jól gazdálkodtam azokkal a javakkal, amiket az Isten körém tett egy tanyán. Hogyha ott vagyok egy tanyában, és nem vetem be a kertemet, és nem teszek azért, hogy bőségem legyen, akkor nem leszek jó gazdasszony. Viszont, hogyha figyelemmel kísérem a növényeimnek az életciklusát, ott vagyok az állataimnak a fialásánál, figyelem, ahogy a kismalacból egy jól meghízott hízó cseperedik, akkor elkerülhetetlen az, hogy bőség legyen körülöttem. És szerintem a gazdasszonyság az erről szól, hogy összefogjuk ezt a gazdaságot úgy, hogy mi minden mellett, hogy minden időszakosan terem, megtaláljuk a módszert arra, hogy egész évre elraktározzuk, és bármikor hozzá tudjunk nyúlni, és a családunk asztalára tenni. Köszönöm, Elvira. Tudom, hogy van a kamrában. Mindegy, hogy miről beszélünk, és a kamrát azt lelki értelemben is talán érdemes. Ami miatt én úgy gondolom, hogy jó gazdasszonyjá váltam. Hú, de nehéz megfogalmazni. Mert azt kell mondanom, hogy talán még engem úgy neveltek, asszonynak neveltek. A főzéssel, a befőzéssel, a gondozással, hogy a majorság az a nő dolga, hogy én nekem kell kimeszelni, és ez nem munka, ez nem egy rám tett teher, hanem ez maga az élet, ez a tevékenység. Az a tevékenység, ami miatt reggel fölkelek, és aminek a jól végzett munka örömét köszönhetem. És ezt hogyan érzed belül, hogy mikor van ez a kép kitöltve? Tehát, hogy említetted, hogy otthonról hoztad. Biztos megvannak a képeid, az elvárásaid, ahhoz tartozó dolgok. Tehát ezt mikor tudod azt mondani, hogy na én jó vagyok? Tehát mikor felelsz meg a hazai örökségnek? Hát nem tudom, az, hogy elég jó vagyok, az lehet, hogy még sose volt. De mondjuk felállok a szövőszéktől, és egy igazán pofás rongyszőnyeg, az egyébként szemétnek minősített rongyból. És akkor van egy ilyen pillanat, hogy hát érdemes volt megtanulni. Vagy nem tudom, megszáradt a gyékény, és lehet belőle akkor egy ruhás kosarat készíteni. És akkor azért tudom, hogy elvégeztem a dolgom, amiért jöttem. Megtanultam, használom, és a végeredményt pedig valami jóra tudom fordítani. Azt hiszem, kimondhatjuk így összefogva, hogy teremtettél. Tehát teremtesz. Igen, lehet, hogy teremtésnek lehet hívni. Abban a kicsiben, ami nekem adatott. Abban mindenképpen. Számomra ez egy hosszú út volt, egy nagyon hosszú út. Messziről indultam, 15 éve élek már tanyán, de otthonról tradicionális, hagyományos paraszti értékrendet nem tudtam hozni, nem tudtam ellesni. Nagyvárosból jöttem, boltba vásároltak a szüleim, nem voltak disznóvágások, tehát esetleg a nagymamámtól láthattam ilyet gyerekkoromban, de nem volt ez tipikus, és nekem ezeket a dolgokat ugye meg kellett tanulni. Én egy rántást nem tudtam elkészíteni 24-5 évesen kopasztani, fogalmam nem volt. A férjemtől nagyon sokat tanultam, nagyon hálás vagyok neki, tehát gyakorlatilag mindent, ami jószágtartással kapcsolatos és állati termék feldolgozással kapcsolatos, annak nagy részét tőle tanultam. Én is mezőgazdasági végzettséggel bírok, és az iskola egy nagyon jó alapot adott, ugyanúgy, ahogy Kriszti említette, hogy azért ez egy jó dolog, de az iskolában a nagyüzemi termelési módszereket tanították, és nem azt, hogy nekem hogy kell jó gazdaasszonynak lenni, hogy én háztáiba hogy fogom tudni megfejni a tehenemet, milyen egy házi disznóvágás, ezt nem tanították. Kizárólag a nagyüzemi termelési módszereket, tökéletesen tudok a mai napig takarmányadagot optimalizálni, de hát ez egy tanyára kevés. A kérdés összetett szerintem, és a másik oldala, de a lányok említették, a mentális lelki része. Nekem nagyon fontos, hogy most már
elértem azt 41 éves koromra, hogy egy jelenlévő, önazonos édesanya tudok lenni, és feleség jelen tudok lenni a kislányaim és a férjem életében, és el tudom őket látni a legnagyobb szeretettel és a legnagyobb gondossággal. A körülöttünk lévő értékek, ugye egy kézzel értéket teremtő világban élünk, mindannyian, akik tanyasiak vagyunk szerintem, és ezt is a Krisztitől hallottam, hogy a tisztességes haszonvétel a körülöttünk lévő háztáji gazdaságunkba tisztességesen vesszük a javakat, a Jóistennek megfelelve, egy normális értékrend szerint nem kizsákmányolva. Én a férjemmel mi a jószágokat felneveljük, a kertet megműveljük, és a hasznait tisztességesen vesztük. És ez a lelki egyensúllyal, a boldogsággal, az elégedettség érzésével szorosan kapcsolódik. Tisztességesen veszem a hasznokat, és a lelkiismeretem tiszta. Én mindent megteszek azért, hogy tiszta, egészséges élelmiszereket rakjak a családom asztalára. Én tudom azt, hogy minden nap fel kell kelnem. 2 éven keresztül minden nap, mire le tudunk vágni mondjuk egy mangalicát, ami egy lassabb növekedésű erőjű fajta, 2 évig. De az állat csak természetes takarmányt fog kapni, nem fog kapni semmiféle tápot, koncentrátumot. Minden áldott nap a legnagyobb szeretettel gondozzuk, és 2 év után, ha elérkezik az idő, hálát adunk érte, hogy egészségben megmaradt, és ezt tudjuk tenni a családunk asztalára, és közösen, tehát a gyerekek is részt vesznek, és mindannyiunknál, minden tanyasinál szerintem ez egy csodálatos dolog, hogy a gyerekek is látják az étel útját a kerttől, vagy az ólaktól az asztalig, és a kislányok, kisfiúk a sajátosságaiknak, nemi sajátosságaiknak megfelelően tudnak segíteni édesanyjuknak, édesapjuknak. És ez egy csodálatos dolog szerintem. Nagyon szépen összefoglaltad. De amíg letennem, mert lenne egy kérdésem, hogy ez a tanulási folyamat, mert azt látom, hogy a Kriszti és a te esetedben ez egy tanult folyamat, Elviránál egy otthonról hozott minta is társul ehhez, tehát azt veszük, akkor Elvirának volt egy pici helyzeti előnye, hogyha ezt nem haragszatok meg, hogyha így fogalmazom meg. Ez a tanulás, ez hogyan vetted? Voltak-e ebből olyan részek, ami jaj, de nagyon-nagyon olyan volt? Vagy ez minden könnyen jött azért, mert tudtad, hogy ez egy magasabb minőséget fog eredményezni? Úgy gondolom magamról, hogy nem vagyok különösen tehetséges ember, és ezt most teljesen reálisan mondom. A kézügyességem sem jó. Én nem vagyok az az asszony, aki ott a recept, megcsinálok egy tortát, és akkor lehet kirakni, fényképezni nekem a Facebookra. Nekem ehhez évek kellenek, mire meg tudok sütni egy olyan tortát, ami vállalható, de azért ne fényképezzük le. Ez egy hosszú folyamat része, ami úgy indult, hogy hát a tökéletestől fényévekre. Először én is 25-6 évesen úgy kezdtem, hogy tanyám volt egy gyönyörű, van a mai napig gyönyörű sárga barackfa, hát főzzük be. És akkor, hát hogyan is kéne, hanem hagyományos módszerrel elraktam, használtam tartósítószert, mondjuk, de legalább próbálkoztam, akartam. És azt gondolom, hogy ezt mindenkinek mondom, hogy ne hasonlítsa magát senki egy 15-20-30 éve tanyán élő gazdálkodó asszonyhoz, ez senkinek ne legyen kisebbségi komplexusa, hogy jaj, a Dia milyen szép fényképeket tesz föl, meg hát a Krisztinek milyen spájza van, hát az valami csoda. És hogy hát itt vagyok, kezdő tanyasi, most költöztünk tanyára, és nekem mikor lesz olyan kamrám, mint a Krisztinek? Nekem most sincs olyan kamrám, és tényleg csoda, tehát amit csinálsz, csoda, és nagyon ügyes vagy. Ez egy hosszú út, ettől nem kell félni. Rontunk el dolgokat, lehet, hogy fog romlani meg, befőtt, lehet, hogy először tartósítószerhez nyúlsz, de legalább elkezded csinálni. És ahogy telik az idő, úgy az ember maga köré vonza azokat az embereket, akiktől jó tanulni, jó véleményt hallgatni, olvasni, mert hitelesnek gondoljuk. És akkor
kitárul a világ, hú, lehet befőző automatával csinálni, lehet tartósítószer nélkül, lehet konzerválni is. Azt régen ilyen nem volt, mi az a konzerválás, de most már van, aki ezt el tudja mondani. Ami nekem nagyon nagy sikerélményt adott, az az életem első szilvalekvár főzése. Tényleg, hát ebben nem kell tartósítószer, ez 2 év múlva is ilyen lesz, ugye a hőkezelés miatt, meg a gondos tisztaság miatt nyilván. És ez egy út, ez egy folyamat, és ettől nem kell félni, senkinek nem lesz tökéletes az első, meg a második évben. Disznóvágások, számtalan kérdést kaptunk a férjem, nagyon sok kérdést disznóvágással kapcsolatban, hogy kezdjük, milyen fajtát válaszunk. Nem lett tökéletes a kolbász, a szalámi, mi a titka? Az a titka, hogy el kell kezdeni csinálni, és majd az évek, a kitartás meghozza a gyümölcsét. Nem szabad félni, és mindenki el fog jutni majd arra a szintre, amikor boldog lesz, hogy hú, hát ez az én kamrám. Még akkor is, ha nem tökéletes, vagy hibázunk, és ez egy csoda. És a férjemnek, meg a gyerekeimnek az arca, az a mosolya, az egy visszaigazolás, hogy tán jó gazdasszony vagyok. Az én feleségem is azt szoktam, hogy nem tud süteményt csinálni. És mindenki, hogy anya, maradt a tálca? Nem. Hát akkor ez jó. Tehát az, hogy most hogy néz képen, mert hogy milyen képet látott meg a könyvbe, hogy néz ki, ez egy dolog. Viszont lányok, az nagyon érződik rajtatok a szabadságvágy. Dia, nálad marad most a mikrofon. És említetted a párodat, a férjedet. Rá szeretnék erre a kérdéskörre most kérdezni, mindhármatoknál, hogy ez ekkora szabadságvágyhoz, a házastárs szerepe, a házastársa való együtt dolgozás, a sokszor a erőfeszítéses munka, hogy ezek hogyan jönnek ki? Mert amint hallottátok, Misi elmondta, hogy sajnálatos módon a tanyasi házasságoknak a fele válással végződik, és valószínűleg ott valami félrecsúszik. Én azt szeretném, hogyha most valami olyan muníciót meríthetnének mindhármatoktól a jelenlévők, ahol azt mondhatnánk, hogy igen, hát nagyjából, hogyha ezeket úgy figyelitek, vagy betartjátok, vagy mi az, ahol el lehet csúszni, mi az, ahol minden rendben, hogy ez egy muníció lenne. Tehát az lenne a kérdés, hogy te a párkapcsolatot, a férjedet hogyan tudod, nem azt mondom, hogy motiválni, tehát ez egy hülye szó, megtartani még rosszabb szó, tehát hogyan működik a házasság, hogyan működik a párkapcsolat a tanyán, ennyi munkával, ennyi tanulással, és ekkora szabadság vágyja. Az autóban beszélgettünk a férjemmel pont erről, idefelé jövet. Úgyhogy fel vagyok készülve erre a kérdésre. A mi házasságunkban nagyon-nagyon fontos, hogyha bármilyen probléma adódik, ami egy tanyán adódhat, bármilyen anyagi veszteség, kudarc, kár, legyen ez egy nagyobb értékű állatnak az elhullása, legyen az egy teherautóba betört slusszkulcs 100 kilométerre a tanyánktól, megrakodva rakománnyal, legyen az egészségügyi probléma. Ez a mi házasságunkban is megtörtént az én részemről. Én voltam kórházban több héten át, felépültem, itt vagyok. Tehát bármiféle baj történik, soha nem okoljuk a másikat, mindig a megoldást keressük. És a férjem itt van, nem olyan messze tőlem, a nagylányom is hallgat, tehát őszintén beszélgetünk. Én elmondhatom, és ez szintén én a Jóisten kegyelmének tartom, hogy olyan társat kaptam tőle, akivel ez működik. Az együtt töltött 8 évünk alatt egyetlen egy hangos szó nem volt a tanyánkba. Maximum úgy, hogy kikiabáltam, hogy vájuhoz. Hát, hogy ebéd. Tehát, hogy a leghangosabb az ez volt. És bármilyen mélyponton voltunk, lelkileg, vagy ha anyagi probléma volt, mindig meg tudtuk fogni egymás kezét, és ez a férjemtől ered ez a mondás, hogy Dia, a megoldást keressük, csak a megoldást. És majd ha megtaláltuk a megoldást, akkor utána majd beszélünk a következményekről, meg a hozadékokról, de megoldást. És egy hónapja kaptunk egy nagyon ronda durdefektet a határba,
aki tanyasi, azt tudja, hogy traktorral mentünk ki, és vittünk több tonna trágyát, és a tanyánktól másfél kilométerre egy olyan durdefektet kaptunk a dülőút közepén, hogy mozgásképtelennek lettünk, a pótkocsiból durdefektes. Kiszálltam, körbe mentem, ott volt a párom, egymásra néztünk, tehát ott egy káromkodás nem volt, ott semmi nem volt, és akkor hogy tudjuk megoldani, megoldottuk. Jó pár óra hossza volt, meg jó pár liter vizet leizzadtunk, 40 fok volt, egy hangos szó nem hagyta el a szánkat, tehát én a békesség, ezt tudom mondani, hogy mindig a megoldásokat keressük egy tanyasi életbe, ez szerintem fokozottan igaz. Igaz az egy városi házaspárnak is persze, de egy tanyán, ahol teljesen egymásra vagyunk utalva, mert nagyon sokat dolgozunk együtt, mi nagyon sok időt töltünk együtt, fizikai munkát, tehát nálunk ezek a nemi szerepek szerinti munka nálunk nem működik feltétlenül. Tehát én ugyanúgy csinálok férfi munkát, a férjem meg, hogyha nekem valami bajom van, egy pörköltet megfőz, én meg beülök a traktorba, és összehordok egy 10-15 körbálát, vagy tehát nálunk nincs ilyen, hogy nő, férfi, és akkor összemosódik. És nagyon fontos, hogyha én ügyetlenkedek, vagy hú, mi az a drágám, a hidraulika kar, ha előre tolom, akkor merre megy a farvilla, akkor nem nevet ki, vagy hát úgy csinálja, hogy ne lássam, hanem drágám, előre, vagy hátra, jó lesz, és akkor tanítjuk egymást, és ő is tud tanulni tőlem, de én is tőle. Mellérendelt szerepek vannak, és nincs alá, és fölérendelés. Nincs, nem lehet. Nagyon szépen megfogalmaztad, szerintem a házas társ, ez pontosan ezt jelenti, hogy nem alá-fölérendeltség van, hanem egy közösség. A legkisebb és legfontosabb közösség. Elvira, kérlek, te is a tanyasi párkapcsolattal fejtsd ki a véleményed. Először kérdeznék. A szabad. Nem tanyas életmódban hány százalék a vállások száma? Hát nem kell valójában válaszolni, hát de érted a kérdést? Értem, úgy szokták mondani viccesen, hogy amelyik házasság nem válásol, az halállal végződik. Tehát van egy ilyen vicc, hogy nem merek válaszolni. Az, hogy most itt 50%-ról beszélünk, az egy dolog. Szerintem a külső környezetben, a nem tanyasi életmódban, ott még több. Ez az egyik. A másik, hogy nem mindegy, hogy együtt megyünk tanyára, vagy valamelyik fél megy tanyára, mert abban az esetben nem biztos, hogy tudja, hogy mit kap. Így és van. Az olyankor nagyon nehéz lehet. Pontosítok, igazad van. Annak a házasságnak az 50%-a végződik válással, hogy nem együtt szeretné a pár a tanyára költözést. Vagy így egyik, helyes, köszönöm. Vagy az egyik nem tudja, hogy mire számítson, és ugye koppanás az azért előfordul, és kinek mekkora, mikor. Ez azért sokat számít. A legfontosabb szó az úgy gondolom, hogy a társ. Ha itt parancsuralmi rendszer van a szónak a nemtelen értelmében, akkor ez a dolog egyáltalán nem tud működni. Mert ahhoz, hogy bármit is működtessünk, egyfelé kell húzzuk a szekeret. És ha a másik még csak nem is ellene hat, de nem tolja, akkor az a szekér nem fog menni. És nem véletlenül van egy férfi, egy nő, egy párban, és a pár az egy. Mindenki a maga módján kell, hogy hozzátegyen valamit. És hogyha ez lehet, hogy időnként szerepcserével járva, ahogy mondod, tehát ilyen nálunk is van, mert mit tudom, a férjem nem szereti a földet, viszont simán fölmos. Ugye? Tehát, és ezzel nem hiszem, hogy baj van, vagy nem gondolnám, hogy ettől ő férfiatlanabbá válna, és nagyon remélem, hogy én se leszek attól férfi, hogy én hajlandó vagyok az esőbe, nem tudom, behordani a fát, mert engem nem zavar az eső. Példákat mondok, amik nem is biztos, hogy jó példák. De az biztos, hogy minden szempontból egyenrangúként kell, hogy szerepeljünk, és nem mindig egyenjogúként. Tehát ki miben tudósabban vigye a prímet. És akkor ez váltakozik. Hol így, hol úgy, és jó esetben, ha kiegyenlítődik, akkor semmi probléma nincs, és semmiféle lelki sérülés nincs. Ez az egyik, ami fontos. A másik, hogy ha maga a tanyasi élet, vagy ez a fajta, úgy látszik, hogy én képviselem a hagyományokat. Tehát a hagyomány szerint, bár különbözőek a szerepeink, de akkor is kell a kettő ember, majd a gyerekek később, ugye a segítség, meg a kiveszem a részem történetből. Tehát a kettő embernek a munkája és a látásmódja kell ahhoz, hogy egy önellátó gazdaságot lehessen üzemeltetni.
Én biztos vagyok benne, sőt, én ebből a közösségből is ismerek olyan egyedülálló fiatal hölgyet, aki kiválóan csinálja. De azért néha neki is kell segítség, vagy támasz, vagy egyszerűen valaki, aki máshogy látja, más oldalról a dolgokat. Jó, hogy egy közösségben talál valakit, akivel ezt így meg tudja beszélni, férfi szempontból. De azért a normál működéshez kell az a kétfajta. Összetesszük a két féltekénket, és az a ki majd egy egészet. És abból születnek a jó dolgok, és annak tudunk örülni mind a ketten. És ha egymás ellen hatunk, akkor ez nem működhet. Biztos, hogy nagyon nehéz olyannak, aki belecsöppen. Ha belenő az ember, az más. Mert akkor úgy természetesen oszlanak a dolgok. A felelősségvállalás is, a tennivaló is. És talán, hogyha nem belecsöppen valaki teljesen kívülről, városból férhez megy tanyára, most ez egy példa. Ha nem belecsöppen, hanem belenő, akkor ezek a kérdések föl sem vetődnek. Ha pedig belecsöppen, akkor el kell dönteni, hogy mennyit alkalmazkodik a helyzethez. Megéri-e a várható eredmény az alkalmazkodás, és ha nem, akkor el fognak válni. Nagyon nehéz kérdés, de szerintem ez ma az egész világon érvényes nehéz kérdés, nem a tanyára van kihegyezve. Én azt látom mind a háromotokon, mind a háromotok szemében, hogy nagyon határozott és szabadságelvű hölgyek vagytok, és ez ahhoz képest, Elvira, ami régen volt, hogy a feleség uramnak szólította a férjét a tanyán, és azt kellett csinálni, amit az ember mond, hogyha éppen semmit, akkor semmit. Ehhez képest hogy látod a mai tanyasi világot? Szerintem én százszor szabadabb vagyok a tanyán, mint bármelyik legjobban kereső, kiemelt, hiper-szuper menedzser a multinál. Én tényleg szabad vagyok. Elvégzem a feladatomat, de nem azért, mert a férjem ott áll a hátam mögött kancsikával és ráver, hogy én most főzzek. Én azért főzök, mert főzni akarok. Mert ez a dolgom. Ettől vagyok boldog, hogy háromféle étel rotyog a sporhelyton. De nem ez a szabadság, ha azt teszem, amit akarok? Ez az egyik. A másik, hogy a szabadság az ugye addig tart, amíg más embert nem bánt. És hogyha megint csak azt mondom, hogy a régi időkben, sokféleképpen lehet értelmezni, de az asszony kötény azért van, hogy eltakarjon. Hogy eltakarjon, ugye? És akkor ez a házasságnak a megmentése. És itt most nem a rossz dolgokra gondolok, hanem én a kötényem alatt tartom egy gyerekként a férjemet bizonyos esetben, ő pedig a tenyerére emel engem, amikor én gyenge vagyok. Tehát a szabadságom az vele együtt érvényes. És az, hogy sokféle férfi van a világon, az most ebben az esetben, és lehet, hogy nem az enyém a legtutibb. És ezt szoktam mondani, amikor ilyen női társaságban vagyok, és most sok nő van, úgyhogy megint mondom, hogy a karom is szokott fájni, de nem vágom le. Ugye? Tehát vagy meggyógyítom, vagy meggyógyul magától, de nem vágom le, mert fáj. És nem minden fenékig tejföl, nálatok lehet, hogy igen, nálunk nem. Én ordítok, cirkuszolok, falhoz vágok, nem szól hozzám két hétig, mert megsértődött. Tehát nem vagyunk ennyire finomak, vagy nem is tudom, mert inkább ez ilyen lelki finomság. Na, mi nem vagyunk ilyenek. De ettől, ha egyfelé húzzuk a szekeret, akkor az a szekér arra megy, amerre mennie kell, és minden rendben van. És a szabadságom az abban áll, hogy én ezt akarom. Ha nem ezt akarnám, akkor venném a kalapom és elmennék. De oda letettük a garast valamikor. Isten és ember előtt. Ugye? Igaz lehet erre az elfogadás? Hogyne. Hogyne, de nem szabadságvesztést fogadok el, hanem a nekem tetsző és rám kirót szerepben élek. Szabadon. Lehet, hogy szerencsém van, mert én nem vagyok shoppingolós. És most jöttem alkalomra, ki van festve a körmöm, de bárkit meg lehet kérdezni, hogy 30 éve nem volt, és 30 éve fonva hordom a hajamat, most le van vágva, mert most éppen megbolondultam. Tehát én nem vagyok a fodrásznál hetekig ülős, meg nem tudom, műkörmöm csinálós, de nem azért, mert a férjem nem engedi, vagy az életmódom nem engedi, hanem mert nem vagyok olyan. Tehát én a magam területén vagyok szabad, és valójában az, hogy a külvilág számára ez rabságnak tűnik, vagy megfosztottságnak. Az engem nem érdekel, mert nem vagyok az. Tehát a szabadság értelmezéséről kell először beszélni. Ha bekényszerítenének egy irodába, hát akkor én lennék a világ legszenvedőbb rabszolgája. Akkor is, ha tellene ilyen hosszú műkörömre. Akkor hol vagyok szabad most? Épp ezért említettem neked, hogy érződik, hogy erős személyiség vagy. Tehát hát de mindannyian azok vagyunk. Nem csoda, nagymamám mondta, mindig, hogy nincsen tányélcsörgés nélkül. Tehát nincs. Ahogy a pároddal szoktatok néha hangosabban
szót váltani. De hát néha sűrűn is. Ne? Ez ettől szép. És az, amikor mondtad a körömlakot meg egyebet, én nem akartam így mondani, de kimondom, hogy ti hárman gyönyörű természetes szépségek vagytok. Nektek nincs szükségetek ilyen kiegészítőkre. Nem kell. Egyebekre. Nem kell. Sugároztok. És de a nő attól nő. Szép, hogy sugárzik. Pontosan, ahogy mondod. És nem pont. Ettől vagyok szabad, vagy pontosan, nem szabad. Ahogy mondod. És ez csak egy külsőség, mondjuk így. Ez egy külsőség, ami lehet fontos egy bizonyos élethelyzetben. De az én élethelyzetem nem követeli ezt meg. Én szabad vagyok attól, hogy kikestem a körmöm, vagy nem festem. És ha menedzser lennék egy multinál, akkor azt mondják, hogy menjél haza, mert ápolatlan vagy. De én szabad vagyok, nekem nem kell. Ha ápolatlannak tűnök, akkor ne nézzél rám. Érted a szabadság és fogalmat? Ezért is mondom, hogy nem is attól vagytok ti szépek, hogy nektek hogy néz ki a körmötök, nektek belületek árad a szépség, pont azért, mert tiszták vagytok, ha szabad így fogalmazom is. Miután én is láttam a kameráját, hidd el, hogy a kamerájából is árad a szépség. Jó, de hát most ez így van, ezt nem tudjuk letagadni, és most Kriszti fog következni, bármennyire is ezeket a kérdéseket nem annyira szereti, de hát most, hogy Kriszti, neked is szintén a kérdés adott, férj, Misit ugyebár ismerjük, igen. De annyira nem, mint egy, hogy te következni, és mondd el az ez irányú érzéseidet, és mindenféle tapasztalatodat oszd meg velünk. Én szerintem ma egy harmadik alternatívát fogok mutatni. Mindegyikből van egy kicsi. Bár nálunk sem olyan nyugodtan zajlanak a hétköznapok, mint Diánál, de minden esetben az visz minket előre, hogy a célunk az közös. És tudunk közösen teremteni és álmodni. És ugye mivel sokat ismeritek, Misi, tudjátok, hogy egy nagyon domináns személyiség, de nálunk klasszikus a házasság olyan értelemben, hogy nagyon szigorúan megvannak a férfi és a női feladatok. Tehát Misi biztos, hogy nem fog felmosni soha. De elmosogatni sem, viszont én nem is szeretném, hogy ő ezt megtegye. De cserébe én viszont nem szeretnék fát hasogatni, és fel sem merült még soha a 13 év alatt, hogy nekem bármi olyan feladatot kelljen csinálnom, ami férfi feladat lenne. Kint vagyok télen a hidegben, lovasoktatok, átfagyva bemegyek a meleg házba, és nekem ezzel semmi problémám nincsen, hogy meleg legyen egy házban. Még nagyon sok családot ismerek, ahol a nő kényszerű rá, hogy befűtsön a férje mellett. És mivel ő is ragaszkodik a férfi feladatokhoz, ezekbe én egyáltalán nem nyúlok bele, cserébe nem várom el, hogy belenyúljon az enyémekbe. És hogy egy domináns férj mellett, hogy mutatkozik meg a szabadság, Én valóban szabadnak érzem magam a tanyám, mert engem senki nem kényszerít arra, hogy két valipinit meg egy kertet teljesen beültessek, senki nem kényszerít arra, hogy 12 ló álljon ott, és még vállaljak mellé csikókat belovaglásra, és reggeltől estig hajszoljam magam. Én ezt mind saját magam felé irányuló elvárásokból teszem. Azért, mert én úgy érzem, hogy nagyon rövid az életünk itt a Földön, és én szeretném az összes napomat maximálisan kitölteni. Ezt néha sikerül éjszakába nyúlóan is kitöltenem, de valamiért akkor vagyok elégedett, hogyha úgy érzem, hogy nem volt üres járatom. És ezeket a feladatokat én szabadon választottam. Hogyha azt mondtam volna Misinek tavasszal, hogy én a nagybalipinit most nem ültetem be, akkor ő semmit nem mondott volna, elfogadta volna. Ez egy döntés lett volna a részemről, és minden döntésemben támogató, hogy valószínű, hogy ebben is támogatott volna. És én szabadon döntöttem úgy, hogy szeretnék. Még 60 tő paradicsomot a mai pillanatban. Elvirára reflektálva, hogyha egy multicégnél dolgoznék, és nagyon sok százezres fizetésem lenne, akkor azt érezném, hogy egy keretben vagyok. Mert egy tanya szerintem a lehetőségeknek a tárháza. Ott bármikor alkothatok szabadon, és a határa csillagos ég, amit elérhetek. Vannak már olyan technológiák, ahol minimalizálom a kézi munkavégzést, ugye fedem a talajt, múlcsolok, nem kell annyit gazolni, tudok árasztással öntözni, nem kell minden nap öntöznöm. Nagyon sok minden van már, amit így meg tudunk könnyíteni az életünkben, és akármit kitalálok, azt meg tudom valósítani. Hogyha én egy multinál dolgozok fizetésért, akkor mindig lesz egy olyan határ, amin felül én már nem tudok elérni dolgokat. És ezt a korlátlanságot egy alkalmazotti létben egy városban nem tudnám megvalósítani, akkor sem, hogyha látszólag nagyon sok pénzem lenne. Mert mindig tudnak az igények olyan szintre emelkedni, ahol a határt beszabja a rendelkezésre álló pénz. Egy tanyán általában nem áll rendelkezésedre pénz. És
semmiből gazdálkodsz, de bármi, amit kitalálsz, megvalósítható. És én ezt nevezem igazi szabadságnak. Hogy egész egyszerűen nincsen olyan dolog, amit kitalálok, és ne tudnék megtenni, és elérni. Pláne úgy visszatérve a házasságra, hogy mi egymás céljaiban nagyon jól tudjuk motiválni és segíteni. Tehát, hogyha kitalálunk valamit, azt általában meg is valósítjuk, amikor az egyikünk mélyponton van, pont a másik húzza, és amikor a másik belefárad addigra, az egyik pedig olyan szintre kerül, hogy pont ő bírja vinni. Legyen ez egy vállalkozás, vagy bármi, amit együtt kitalálunk. És én úgy érzem, hogy nekem Misi nem a férjem, hanem a legjobb barátom. És tudok vele úgy élni egy tanyán, hogy mindent vele beszélek meg. És az őszinteség az teljesen alap. És az őszinteségbe belefér az is, hogy baj lenne, hogyha ma esti tejet nem dolgoznám fel, hanem aludtejet csinálnék, és kiegészíteném vele a kutyák és a disznók takarmányát, vagy pedig mit szólnál hozzá, hogyha most én is megfürdenék és lefeküdnék, vagy pedig csináljon meg. És akkor erre ő azt válaszolja, hogy ahogy szeretnéd, nekem mindegy, nem morog azért, megfejtem, és te most nem dolgozod fel. Jó, nyilván nem minden nap fordul ez elő, de a megértés és a barátságos légkör az, ami nálunk nagyon jellemző. Akkor itt mind a hármatok egybehangzón a társ szerepét hangsúlyozta, tehát ez csak így elképzelhető, hogy társ a párom, nem pedig, hogy az uram, vagy bármi egyéb, mert az úgy nem működhet. Elvirának látom már egy... Igen, mondani való van, mert ilyen fogalomzavarokban élünk folyamatosan, és akkor itt ezt szeretném elmondani, hogy régen az úr, az nem azt jelentette, hogy korbácsa hajszol, meg nem tudom, kalodába zár, az úr az, aki segít, ha bajban vagyok. Ő az, aki engem meg tud védeni. Aki nekem az uram, mondjuk az Úristen, az nem azért van, hogy engem ostorozzon, hanem hogy mindig legyen, kihez forduljak. És az az uram, ami így a köztudatban van, és azt kell mondanom, hogy ez a szocialista irodalomnak egy undorító terméke, hogy az úr az valami szörnyű dolog, akit le kell taszítani, és nem tudom. De az úr az az, aki a saját raktárában raktározza a gabonát, hogyha a jövőre aszály lesz, akkor ne halljon éhen a nép. És ez a családban is így kell, hogy legyen. Tehát akkor, amikor én nő vagyok, és elfáradok, és szomorú vagyok, és nem, mit tudom én, nincs kedvem semmi, nem ilyen nagyon szokott ilyen lenni, de valami miatt padlón vagyok, akkor van egy erő mellettem, amelyik föl tud engem emelni. Nem leül mellém, és simogatja a hátamat, hanem fölemel oda, ahol a helyem van. Ez az uram. Mert őtől kapok valami olyan erőt, és nem akarok itt most vallásos irányba elmenni, de az Istennek nem ez lenne a szerepe az életünkben? Hogy fölfelé tekintünk rá? Tehát nem az a fajta úr, ami a sztereotípia a fejünkben, azt el kéne valahogy felejteni, mert az az uram, a nagymamám azt mondta, hogy amikor tálalja az ételt, akkor először kap az uram. De nem azért kap, mert kiköveteli magának, meg neki jár a legfinomabb falat, hanem mert ő a család fenntartó. Ha ő nem eszik, akkor kieteti a gyerekeket. Mert utána jönnek a gyerekek, utána jön a jószág, és majd jövök én. Akkor most az uramat megbecsülöm, és ő kapja érdekből. Ha ő nem tud dolgozni, éhen halunk. Ennek fejében jár neki az első tálita. Érted a gondolatmenetet? Vagy érted, sem mondom? Szándékosan kérdeztem így pontosan, mert a tanyán megszületesek az uram. Hogyne? Így, ahogy mondod, az uram, a teljesen más jelent. Nem ez a klasszikus döbrögi verzió, de az a mese. Olyan szépen megfogalmaztad, tehát eljutottam, amit szerettem volna kérdezni az úrral kapcsolatban, és akkor fogalmazott meg a fejem, amikor mondta, hogy a tenyeré hordoz a párod. Az annyira tetszett nekem. De tudod, a gazduram az ott áll az udvar közepén, úgy néz ki, mint aki nem csinál semmit, de mindent szemmel tart, mindenről tudja, mi történik. Mindenkinek a búját, bánatát, a kismalac körömfájását tudja, és tudja, hogy melyik sarokba kéne locsolni, mert ki fog szárodni. De ott áll az udvar közepén, és lehet, hogy nem csinál semmit. De övé az Isten szerep meg, kicsiben. Meg ahogy mondtad, neki van. Neki van, igen. Van, ez nagyon fontos. És akkor innentől kezdve hívhatnám a férjemet uramnak is, ugye? Csak miután pejoratívvá vált a szó, nagy részben, de mindenképpen más értelmet nyert, így ezt már nem használjuk. De lehet, hogy hiba. Most tisztáztuk, jaj, de jó, most értünk, hogy szerettem volna. Nagyon jó, és most Dia fogja kezdeni. Elértünk.
tényleg, elnézést, Dia, ne haragudj, te jössz. Bocsánat, csak egy szó jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit itt a lányokkal és Elvirának folytatnám a gondolatvonalát. A kiigazítás. Az én uram kiigazít engem, és én is kiigazítom az uramat. Hogyha, érted, mit szeretnék mondani? Néha, hát bűnös emberek vagyunk, van, amikor hibásan gondolok valamit, vagy rosszul hibáznék, és kiigazít az uram, hogy életem, biztos jól gondolod? Gondoljuk már át ezt együtt, és ez fordítva is, hogy drágám, biztos, hogy most ezt meg kell vennünk, vagy ebbe be kell ruháznunk, de ha úgy gondolod, legyen úgy. Tehát a kölcsönös támogatás nagyon fontos, és a kiigazítás, hogy tudjuk kiigazítani egymást. Ő is engem, a férfi a nőt, a nő a férfit. Tehát itt is a mellérendelés. Nem csak az uram igazít ki engem, hogy már megint hülye vagy. Hát ez nem kiigazítás, ugye? Tehát ez nem. Hanem nagyon is empatikusan, intelligensen egymást igazítjuk ki, ahogy, bocsánat, a hitem szerint, mert én csak hiszem a jó Istent, és nagyon fontos az életünkben, úgyhogy ha valakit ezzel bántok, nem akarok, de a jó Isten is kiigazít, a mennyei atyám is kiigazít engem, hogy Dia, és ezt itt érzem, szükség van a kiigazításra. Bocsánat, csak ennyit szeretném. Ez így van, hogy mondd is, ez csak harmóniában képzelhető el a párodtól, és akkor kiigazítás lesz, és nem kioktatás. Így van. Elérünk az a részre, hogy a gyerekekről szeretnék veletek beszélgetni, hogy hogyan nevelitek a gyermekeket. Az a szerencsém, hogy eltérő korosztályról van szó, és ráadásul a nemi arányok is eltérőek. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy milyen a Szikvirágtanyán a gyermeknevelés. Nehézségek léteznek-e, vagy ha léteznek, akkor miért, vagy éppen ott sincsen semmi gond. Kérlek, mesélj erről. Mi két kislányt nevelünk a Szikvirágtanyán. 9 éves lesz Lucus, a kisebbik lányom, a nagyobbik pedig egy szép nagy kamaszlány, 15 éves. Eltérő életkor, azonos neműek, eltérő problémákkal, nem csak rózsaszín romantika van, nem. A kisebbik lányom, ő ez az igazi tanyasi álom kislány. Nem csak a kinézetre szerintem nagyon helyes kis arca van, és szép kislány, hanem ő nagyon jó szexszerető, és nagyon röviden el szeretném mondani, hogy milyen a kislány, és ebből úgy érzékelitek. Mangalicákat tartunk, és hát ezek a mangalicák azért nem egy könnyű természetű jószágok, olyan maguknak valók, fogalmazunk így, olyan gazdásak. És a kislányom idén nyáron 27 kiló egyébként elkezdte egyedül trágyázni a mangalicákat olyan módon, mielőtt bárki itt felsziszenne, hogy bezárjuk őket, vagy én vagy a férjem, amelyik önképp otthon van, az olba, és az aklot takarítja a kislányom. És szigorúan, tehát az állatok kiengedése az csak felnőtt feladata, de ő takarítja, és mondja nekem a kislányom, hogy anya, hát én ezt néztelek titeket már 1-2 éve, és most én ezt csinálom. És ez már 3-4 hónapja csinálja heti 3-szor, tehát ezt nagyon rendszeresen nem engedi, hogy segítsek, és elküld, hogy akkor menjek a marhához. És hallom ám, hogy röfögnek a disznók, kint vannak a gyerek, meg 27 kilós gyerek, meg trágyázik, rohanok, eldobom a villát, a gyerek ott mosolyogott, a haját pödörgeti, készen vagyok, anya. Hát mondom, a jó Isten áldjon meg, hát ki engedte ki az akolba a disznókat, meg kirekesztette, kiválasztotta el őket. Hát én. De mondom, drágám, hát az a guszti is, az egy magának való rossz természetű ártány, hát nem szabad ilyet csinálni. Anya, a gusztival én jóba vagyok, meg különben is ártány, nem kan már, ő barátságos. Tehát a Luca ilyen, ő egy igazi tanyasi, belevaló kislány, nagyon szereti a jószágot. A nagyobbik lányom, ő nem ennyire jószágot szerető. Őt már jobban inspirálni kell, megmondani, hogy drágám, gyere, neked is segíteni kell, gyere, dolgozzunk együtt. És igenis, hát küzdünk azért a telefonokkal, a telefonnyomkodással, ez nálunk is a tanyán is ugyanúgy van, mint akár egy városban élő családnál, hogy van korláta a telefonnal töltött időnek, a telefonnyomkodásnak, és ez a szülő felelőssége.
és ami a, tehát a gyerekekkel életkori sajátosságból adódóan vannak nehézségek, most kamaszodunk, és azért itt vannak. A kisebbik lány, úgy látom, hogy ő nagyon, Tanyasi nagyon jó szágot szeret, ő jól érzi magát nagyon ebben a közegben, a nagylány is, csak ő más. Én onnantól lettem önazonos édesanya. Ez is a férjemnek köszönhetően, mert hogy megadta nekem azt a szabadságot, hogy azt teszek, amit akarok, de én ezzel nem élek vissza. És én 2 éve tudok jelenlevő édesanya, jelenlévő feleség lenni. Azóta, amióta nem vagyok biológiai robot, reggeltől estig egy munkahelyen. És ezért is hálás vagyok a férjemnek, mert ezt lehetővé tette, megadta ezt a szabad döntést nekem. És ezzel nyilván nem élek vissza, mert többet dolgozok a tanyán fizikailag mindenképpen, mint egy munkahelyem. Úgyhogy így kapcsolódik ez az két szegmensből közelítettem meg. Köszönöm, és még egy kérdést szeretnék föltenni, ez mindannyiótokra vonatkozna szintén, hogy nem tartotok-e attól, hogy a gyermek tanyán nevelkedik, és a társadalomban osztályidegen lesz? Értitek esetleg, igen, hogy mire gondolok? Tehát igen, sajnos a nagy többség nem úgy él, mint ahogy ők élnek. Éreztetek-e bármikor is ilyet a gyereknél, vagy tartotok-e ettől, vagy ki lehet-e ezt véleni? Ti a teszt, hogy látod? Főleg a 15 éves lány, aki ebben szerintem abszolút érintett. Igen. Mi azért úgy élünk tanyán, hogy akármennyire is nagyon konzervatív vagyok, meg nagyon az autentikus vonal, meg tényleg, hát kemencébe sütjük a kenyeret, meg tényleg mi az autentikusabb vonal vagyunk, de próbáljuk a gyerekeket megismertetni olyan dolgokkal, mint amiket a városban élő gyerekek is megismernek. Tehát ők ugyanúgy elmennek nyaralni Balatonra mamáékhoz, bemegyünk, beviszem őket a nagyvárosba, Szegedre, elmennek egy moziba, tehát azért ugyanazokat a dolgokat ők megtapasztalhatják meg, és erre figyelünk oda. Így ők nem otthon tanulók, tehát ők járnak nappali tagozatos intézménybe, általános iskolába, és most a nagylányom középiskolában. A kislányom az nagyon, nagyon karakán, ő büszke rá, hogy ő Tanyasi. És őt nem érdekli, hogy ki mit gondol. Tanyasi vagyok, bemegyek a tyúkokhoz, meg a rossz természetű ártányhoz, te bemész. Tehát a kislányom kiáll magáért, a nagylányom, ő érzékenyebb, finomabb lelkű, cizelláltabb, és ott már látom esetleg, hogy nem biztos, hogy erre ő annyira büszke. De egyelőre még ezt tudja kezelni, és ugye fontos az, hogy ő nem csak a tanyán van 0-tól 24 óráig, hanem azért kap olyan ingereket, amiket akár az osztálytársai. Tehát... És korosztályos barátokkal hogy állnak a lányok? A kicsi nagyon népszerű az osztályában, és jönnek hozzánk a kis osztálytársak, és nagy szemekkel néznek Lucára, ahogy Bimbót kíséri ki a pányvára, és hajtja, és néznek rá, hogy úristen, a nagylány... A Bimbó a tehén, igen, a Bimbó a tehén. A nagylányom, tehát amit én látok, hogy a nagylányom korosztályából nem jönnek hozzánk, kisebb korában még jöttek, most már egyáltalán nem, és teljesen más az értékrend. Tehát egy mai 15 éves lányoknak teljesen más az értékrendje, mint amit mi képviselünk. Kisebb korban ez nem probléma, sőt, nagyon jól működik, jönnek az osztálytársak, kislányok lovagolnak, jószágot simogatnak, tök jó, de így 15-6 éves lányoknak, fiúknak más az értékrendje. Tehát a városban fölnőtt, szocializálódott generációnak más az értékrendje. És a Tanyasi az lehet ciki. Vagy ciki. Szerintük. Szerintük, igen. Kiskorban még ez nem ennyire, de ahogy nőnek, azért ezt tapasztalom. Én. Elvira, te következnék, kérlek, ugyanebben a témakörben a véleményed fejtsd ki. Haladjunk visszafelé, és majd kérek segítséget a pontos kérdésekben. Ugye, hogy ciki, ott kezdődik, hogy nekem 35 meg 30 éves fiaim vannak, és amikor kimentünk a tanyára, akkor a nagyfiam volt az érzékeny korban, de 14 éves volt,
A középiskola elsőt, ha jól emlékszek, akkor már a tanyáról bejárva kezdte. Az ő életében ez elég durva törés volt, holott nagy részt és nagy százalékban az akkori helyzet, az akkori fiatalok helyzete volt, ami engem oda kiküldött. Sok minden volt, tehát nem egy, de ez nagyon-nagyon sokat nyomott a latban, mert pontosan azt az értékrend vesztést láttam elindulni, amiről te beszélsz. Tehát, hogy az, hogy valaki valamit tett a kezével, és ezzel eredményt ért el, ez valahogy értéktelenné kezdett válni, és azt számított, hogy kinek nagyobb tolvaj vállalkozó az apja, és hova mentek nyaralni. Ez így most durva, vagy kisarkított, de akkor is nagyjából ez volt a hangulat. És amikor az én nagyfiam egész nyáron dolgozott, de tényleg egész nyáron dolgozott, és abból a pénzből, amit keresett, vett magának egy ilyen, amivel egy ugrálni szoktak, mi az a bicikli? Ilyen. BMX. Igen, vett egy BMX-et, és az 70 ezer forint volt, és rémboldog volt 2 hétig. Mert amikor visszament az iskolába, akkor valaki, aki semmit nem tett a nyáron, kapott a családtól egy 200 ezer forintos biciklit. Ez én nekem olyan volt, amit nem tudok, tehát nincsenek rá szavaim. Amit láttam a gyerekem arcán, és ez egy életre meghatározza az ember hozzáállását a munkához. A nagyfiam megsínlette a kiköltözésünket, mert hogy nyilván nem tudott annyit a barátokkal lenni, nem volt olyan egyszerű, 7 órakor hazajött az utolsó busz. És akkor egyszer elmentem, amikor anya, lekéstem a buszt, egyszer elmentem, hazavittem, és mondtam, a legközelebb séta. És amikor 2 hét múlva megint eszébe jutott, akkor séta. És akkor többet nem jutott eszébe, hogy lekésse a buszt, ugye? De ilyen dolgokban tudtam is következetes lenni, és most sem bánom akkor se, ha, ugye, ez a pofon ütöm a gyereket, és nekem jobban fáj történet. De nem bánom egyáltalán, hogy így történt. Tehát ő megsínlette. A kicsi akkor volt 9, 8-at betöltötte, még nem volt 9. Ő hozzájöttek a barátok, és ő nagyon sok előnyét élvezte a tanyas életnek. Sőt, meghatározta az értékrendjét. Volt most adott egy interjút, nem is tudom, lehet egy 20-25 perces interjút, és meghallgattam, és utána mondtam neki, hogy figyelj, érdemes volt. Mert azt mondtad, amit én adni akartam neked. És akkor mégiscsak jól csináltam, nem? És azt mondta, hogy igen, csak a hogyan. Ugye ütött a mondás, és teljesen igaza van a gyereknek, mert ezt már valakivel még mielőtt ide kiültünk volna hárman, valakivel ezt beszéltük a sátornál. Hogy kerül az ember olyan helyzetbe, amikor a szükség olyan nagy úr, hogy már nem számít, tehát nem válogatom a hangsúlyt, vagy nem válogatom a szavakat. Tehát ha jön a vihar, akkor futás van, fiam, de igyekezzél már. Nem atassál már, gyerünk már, csináld, mert mindjárt leszakad az ég. Tehát ilyenek előfordulnak a tanyán. Most 2 eset van. Ha érzékeny a gyerek, akkor ettől sérülni fog. Bocs, majd kinövi, ez a véleményem. Vagy beleedződik, és azt mondja, hogy igen, hát ez ilyen fontos, akkor ez tényleg ilyen fontos. És nekem például fontos volt, amit te mondtál, hogy lássa az étel útját. Tehát az, hogy kenyeret nem dobunk ki, de miért nem dobjuk ki? Mert annyi munka előzi meg, hogy a kenyér ettől szenté válik. És ez minden másra is ugyanígy érvényes, de ugye a kenyeret szoktuk szentként emlegetni. Nem azért szent, mert valaki mondta, hanem azért, mert hány embernek a megfeszített munkája kell ahhoz, hogy te, fiam, beleharapsz és eldobod. De ezt a városban nem lehet megtanítani. Mert ott bemegy a boltba, vesz egyet, beleharapsz, kidobja és vesz egy másikat, vagy nem, mert nincs pénze, de ez most mindegy. Tehát a lényeg az, hogy az az út, hogy én eszek, hogy jól vagyok. Ez egy annyira fontos út, amit a tanyasi életen kívül jelenleg ebben a világban nem lehet megtanítani. Se a panelba, se a kertvárosi kertesházban, még lehet, hogy a faluban sem. Mert túl nagy a nyomás az ellenpélda részéről, ugye? Hogy én itt ülök, és akkor, bocsánat, nem így gondolom, de ez jó példa. Tehát, hogy itt ülök, és online munkát végzett, tehát ott ülök a gép előtt egész nap, és nagyobb autóm van, mint az apámnak, ugye? Aki meg egész életében gürcölt. És a gyerek nem a belső tartalmat látja, hanem ezeket a külsőket. És amit te mondasz, hogy a kamasznak már nem fogadja el az osztálytársa, mert bocsánat, de nekem sokáig tartott, mire rájöttem, hogy hogy mossam úgy a fehér ruhát, amibe került tejjel való ruha, hogy a tiszta mosott ruhának ne legyen tejszaga. És akkor jött haza a gyerek, és azt mondta, hogy szóltak, hogy büdös a ruhám. De mitől budos? Hát most mostam ki, a szállítóról vettük le. És akkor ugye egyszer csak már rájöttem, hogy nem lesz büdös, meg nem tettem a fehér
ruhák közé teljes ruhát nyilván, de vannak ilyenek, amik a gyerek számára óriási problémák abban az adott pillanatban. Viszont én azt se gondolom, hogy puha vatába csomagolva kell gyerekeket nevelni, főleg nem fiúkat. A nagyfiam többszörösen és intenzíven kifejezte, hogy ő a tanyát nem bírja, ettől függetlenül vett magának egy tanyát. Nem él valódi tanyasi életet. Tehát még én is így gondolom egyébként, de a lehetőséget azt fönntartja magának. A kicsi pedig ugye most, hogy nekem azért lakos a körben, mert ő dolgozik helyettem. Ez az egyik, ami a gyerekneveléshez kapcsolódik, és az is biztos, hogy a tanyán tudtam megadni az akkor mégis már életkorban lévő gyerekeimnek azt a gyerekkort, amiben nekem részem volt. Azt, hogy a kecskebogyót összeszedi a fűből, és megeszi. És akkor mit olvasok, hogy az a gyerek, aki gilisztás volt gyerekkorában, az felnőttként soha nem lesz leukémiás. Most akkor ártottam a gyerekemnek azzal, hogy nem volt kihipózva a domestos? Hát nem ártottam neki, megmentettem a leukémiától, mert attól a sok bogyót, amit a fűből összeelvett, tudja, hogy volt gilisztás, lehet, hogy észre se vettem. És az például, amit itt szóba jött, hogy mennyiben sérül, vagy hogy vagy mennyire marad ki a világ folyásából, én úgy gondolom, hogy egyáltalán. Attól nem lesz a gyerekem kevesebb, hogy neki 7-kor hazajön a busz, és nem 11-kor megy a diszkóba. És az a barátja, aki emiatt kitaszítja abból a körből, az nem a barátja. Mert a barátja az kijön, segít neki krumplit szedni, majd együtt elmennek biciklizni meg a strandra. Az a barát, aki azt mondja, hogy te velem jöttél a bulira, nem, mert a buszom hazament, az nem barát, azt veszítsd el. Viszont arra is emlékszek, hogy a kisebbik gyerekemnél unokámmal szeretném bejelenteni mindenkinek, akit csak érdekel. Ő a kicsi, akit emlegették, kicsi. Igen, és a feleségével óvodáskoruk óta ismerik egymást, ami egy csodálatos történet. Amikor a kislány legelőször mind barátnő jött ki hozzánk, és én ezt utólag talán évekkel később tudtam meg, teljesen el volt képedve, hogy nincs a fiúk szobájában tévé. Ugye most van okostelefon, meg számítógép, akkor még nem, akkor a tévé volt a mostani, nem tudom, tablet, meg akármi, amit nyomkodnak. Tehát nem volt tévé a fiúk szobájában. Teljesen ki volt rajta akadva, de mondom, én évek múlva tudtam meg, de még akkor is ilyen felajzott állapotban mondta, hogy ő nem is értette, hogy ez hogy lehet. És én nekem az volt róla a véleményem, hogy abban a pillanatban, amikor meg tudod venni a tévét, én már nem vagyok felelős azért, hogy te holnap kipihenten ébredj, és menj munkába, vagy az iskolába. Ha meg tudod venni a tévét, én tőlem lehet, 5 tévé is lehet a szobádba, és párhuzamosan nézheted. De amíg az én felelősségem, hogy te időben ágyban vagy, ki vagy pihenve, rendes ételt ettél este, rendes ételt ettél reggel, amiért tudsz tanulni, vagy helytállni a szakmai gyakorlaton, ahol fizikailag kell közreműködni, addig nincs tévé, mert én nem szaladgálok föl veled ordítozni, hogy kapcsold le, és azonnal visszakapcsolod, ha kihúztam a lábam. De a városi életben ez történik. És igazából talán egyszer sem mondta egyik gyerekem se, hogy ő szeretne tévét a szobájába. Talán egyszer sem mondták. Mert este nem bánták, hogy lefekhetnek. Mert előtte szénát kellett hordani, ne, én nem mondom, hogy tetszett nekik. De a szénát akkor is be kell hordani, ha tetszik, ha nem. És ahogy nagyobbak lettek, akkor segítettek a borjakaróba kiganézni, akkor én ahhoz már hozzá se kellett nyúljak. Mert az azért nehéz fizikai munka. Nem azért, mert nem bírom, hanem ott volt 3 férfi, már nem kellettem oda még egynek, addig inkább palacsintát sütöttem bent. De ezeket a dolgokat, vagy jön haza az iskolából a busztól, és ott jössz el az itató mellett, és üres, és képes vagy megtenni velük, hogy nem azt nekik inni ebbe a melegbe. Hát ott mész el a csap mellett, hát nem bírtad megnyitni. Ugye ez, ha a gyerekemet kérdezné valaki, biztos, hogy elmondani, hogy anyám azzal fogadott, mikor beléptem az ajtón, hogy itattál? És biztos vagyok benne, hogy ez nekik rossz. És ugye egy kritikus anya vagyok, mert nem azt kérdeztem, hogy de ügyes vagy, hogy megitattál, de itattál? Mert én már szedem a levest, hát időre készen van, de ugye megitattál, mert se kapsz levest. Nem biztos, hogy én jól csináltam, sőt, biztos, hogy nagyon sok mindent rosszul csináltam. De a gyerekeim hosszú távú haszna érdekében most sem tenném másként. Mert én tudom, hogy ha holnap bekövetkezik, amivel most annyira ijeszgetnek bennünket, hogy összedől a világ, az én 2 kölyköm megél a jéghátán is. A munkájával, meg azzal az összegyűjtögetett tudásanyaggal, ami nem könyvből van, én is ki tudom számolni 100 tehénnek, hogy mennyi mi kell, de amikor lovam lett, hát mégis, mit adjak neki? Egy lónak mi? Mennyi? És hova tegyem? Mert én azt mondja, hogy egy istállóban mi van, és annak mennyi kell, és mennyi trágyát, és abban mennyi nitrogén. Igen, de az, hogy egy ló,
Tehát én ezt a saját bőrömben, igen, jaj, boci. Tehát a gyerekeimnek ez a tudás, ha kell, akkor rendelkezésre áll. Hogy hogyan tudom azt fölépíteni a semmiből, amit a Kriszti mondott. Hogy nincs semmi, nincs otthon egy forint se. Mi két évnél több mint két évig éltünk, a két gyerek után járó csádi pótlékból egy baleset után, amikor a férjem konkrétan kórházban volt. És jó, hát kakaó nem nagyon volt, de azon kívül semmiben nem szenvedtünk hiányt. Két gyerek után járó családi pótlékból. Be volt fizetve a villanyszámla, nem tudom, hogy de megcsináltam. Még a kórházba is föl tudtam járni, volt annyi pénz üzemanyagra, hogy a férjemhez is föl tudtam menni. És a gyerekeim, a két kicsi gyerekem ellátta az egész gazdaságot. Én csak fejni mentem haza éjjel. Etettek, tisztán, még az udvar is föl volt csöpörve. Tehát akkor megérte? És igen, sok biztos vagyok benne, hogy itt, ha most hallja a néhány kamasz gyerek, akkor így elkezd virtuálisan tépni a haját, hogy ez nem normális. És lehet, hogy nem is az, de ha összedől a világ, ne legyen, és nem jósolok, hanem mint egy negatív alternatíva. A két tanyán fölnőtt gyerekemnek semmi baja nem lesz tőle. Áthelyezik az igényeiket, és ugyanúgy fognak tovább élni, ugyanolyan lelki állapotban, és ugyanolyan bőségben. És ha ezt az oldalát nézem, akkor minden megéri. Továbbadom. Beszéltük veled, igen, csak reflektálják, amíg átadod, hogy Elvirával a színpad mögött beszéltük, hogy a munkára nevelte a gyerekeket, és ez egy nagyon fontos, talán, mert aki tud dolgozni, az megél. Megint fogalom. Tehát ugye te is azt mondtad, és nagyon sokszor én is azt mondom, meg te is mondtad a szót, hogy dolgozom. De ez nem igaz. Értelmes tevékenységet folytatok reggeltől estig. Tehát nem jut eszembe leülni a hűvösbe, és nem tudom, a telefonomat nyomkodni. Eszembe se jut, de nem azért, mert tilos, hanem mert látom, hogy ó, most oda megyek, mert ott mintha valami nem jól néz neki. És reggel megcsinálom a kávémat, kiállok az udvar közepére, és azt látom, hogy ott van valami fehér. Hát persze. A dió megerősít. De ez máshogy nem megy. Én egy percet nem dolgozok, ha magamé van. Én nekem értelmes tevékenységekkel telik el a napom. És hogyha ezt át tudnám adni jól a gyerekeknek, nem csak a sajátomról beszélek, hanem a bármilyen gyereknek, hogy annál örömtelibb és tartósabb boldogság, mint hogy este a jól végzett örömével, munka örömével fekszem le. Nem azért, mert kell, nem azért, mert akkor nem kapok fizetést, meg levonják, nem azért, mert összedől a ház, hogy én ezt most nem csinálom meg, hanem látom, hogy ott szükség van, és bőséget szeretnék. A magam kedvére megyek el 200 métert a kávés pohárral a kezemben megnézni, hogy mi az a fehér, majd visszasétálok, mert csak a szomszédból átjött egy zsák a széllel. De ez nem számít, és ettől nem fáradok el, mert amennyit fáradok, akár fizikailag, akár szellemileg, annál sokkal többet töltődök. Ez értelmes tevékenység, nem robot. A szónak ebben az értelmében. Igen, erre szoktam mondani az én feleségem, hogy azért nem járunk nyaralni, mert otthon minden megvan. Otthon nincs jó. Hova menni, így vagy mondod. Nincs értelme. És ha ezt így elmondod, akkor úgy néznek rád, mint aki, hát valami, és hogyha, egy kerék nem jó. És hogyha mondjuk idézőjelben szabadságra megyek, akkor lehet, hogy ugyanannyit dolgozok kint a kertben, csak mondjuk nem óránként megyek a tóba fürödni, hanem 20 percenként. Most nagyon buta példát hoztam, de így érthető, hogy tulajdonképpen mégis hova menjek. És én tudom azt, hogy ez a nagy nyaralás mánia, ami nem olyan régen van, mert egy 50 éves történet. Még talán annyi sincs, szerintem. Még talán annyi sincs, de azt állandóan menni kell, állandóan minden nyaralunk, meg arra spórolunk, meg azért adósodunk el. Hát olyan szar otthon, bocsánat. Nincs mit csinálni. Hazamegyek, nyomkodom a gombot, ugye? Majd lefekszek aludni. Reggel fölkelek, beülök a kocsiba, elmegyek dolgozni, robotolni. Ez a helyes. Hazamegyek, nyomkodom a távirányítót, vagy a laptopot, vagy nem tudom mit, lefekszek, hogy mégis miért maradjak otthon. De én nekem állandóan van valami tevékenység, amiért érdemes otthon maradni. Érdemes. Dia, szeretné ezt hozzáfűzni egy mondatot? Látom. Csak egyet, Elvira. Ezt is a férjemmel közösen fogalmaztuk meg, kávézás közben, 2-3 napja. Tanyasi kávénak, milyen eleje van? Tanyasiak az udvaron kávéznak, és igen, akkor nézzük a jószágnak, a jószágot. Az emberek nem szeretnek otthon lenni, és menni kell, mindig menni kell. És egy évben már háromszor megyünk nyaralni. Mert azért dolgozunk, és menni kell, és egy vágy hajtja az embereket, kielégületlenek ilyen értelemben. Kriszti következne. Még egy szó, és ebben a Kriszti mindjárt át is vezetődik.
Mert nem tudom megmondani, hogy ez sikerült-e. Szerintem nem, mert túl nagyok voltak a gyerekeim, amikor mi kimentünk. Kimenekültünk, én mindenképpen, és magammal cibáltam őket, mert akkor is, ha nem, ők nem menekültek, én cibáltam. Szóval, hogy valószínű, hogy én ezt igazán nem tudtam átadni a gyerekeimnek, és ez az életkoruk miatt volt. De most a Valipini miatt voltam a Miséjéknél, és egyszerre, miközben történik, ami történik, ugye a gyerekek mindenki van valahol. Tehát nem láb alatt, itt kezdődik, mint a városi gyerek, ugye, hogy menjél már odébb, mert megint fölbotlok rajtad. Ezek a gyerekek nincsenek láb alatt. Majd mondja a Misi, hogy jó, ezt még megcsináljuk, aztán eszünk. Azt látom, ugye nem csináltam semmit, csak ott voltam. Azt látom, hogy jön Bojti. Hány éves Bojti? 8. 8. Szóval jön a 8 éves Bojti, egy festékes vödörrel a kezében, és eltűnik a gazban. Ez szó szerint kell venni, és ez nem leszólás, hanem tény. Eltűnik a gyerek a gazban. Majd én ugyanott állok, ahol eddig álltam, majd egyszer csak jön elő a gyerek, húzza a földön a festékes vödröt, és félig van szedve krumplival. Ugye az a gaz, a krumpli, én nálam is így szokott kinézni szedés előtt, nem leszólás még véletlenül se. De annak a gyereknek senki nem mondta, hogy mennyi a krumplit szedni. Senki nem parancsolta, hogy krumplit kell szedni az ebédhez. Senki nem figyelmeztette, hogy krumpli is kell az ebédhez. Ugye nem felejtetted el, Bojti? Nem. A Bojti hallotta, hogy mindjárt eszünk. A Bojti elment, hozta a vödröt, megszedte a krumplit, és elvitte oda, ahol a főzés történt. Ez a gyerek nem szenved a tanyán, nem agyon van dolgoztatva. Ez a gyerek él a tanyán, kiteljesedik a tanyán, megtanul folyamatokban gondolkodni, érzi az értelmes dolognak, tevékenységnek minden ízét és zamatát, és a Bojti se fog elhalni. Soha nem fog elhalni, pedig csak 8 éves. És nincs kényszer, nem verik bottal, hogy csináljon, és biztos vagyok benne, hogy egyszer se kapta meg, hogy Bojti, nem megmondtam, hogy szedjél krumplit. Megállj, nem kapsz vacsorát. Biztos vagyok benne, nem voltam ott, de az életemet rámerném tenni, ha fogadni kéne, hogy a Bojtinak ebben nem volt része. Ő pontosan tudja, hogy mi a feladata, és a feladat elvégzésétől boldog. Ez nyilván a kislányra ugyanúgy vonatkozik, de ez most egy élő példa volt, azért mondom ezt. Hát ha valahol érdemes és hasznos tanya, gyereket nevelni, akkor az a tanya. Talán nem a 15 évessel kéne indítani, vagy a... de maga az elv, az úgy gondolom, hogy az egyetlen célra vezető, ha a vérvonalamat és a genetikámat tovább akarom látni menni az idők végezetéig. Ez nagyon szép volt a vége, Elvira. Kriszti, te következel. Igen. Mivel neked van azt hiszem a legfiatalabb korosztályú gyermek. Igen, Bojti 8 éves, Júlcsi pedig 10. Hát akkor ők igen a legfiatalabb. Azért vagyok szerencsés helyzetben, mert nekem már a tanyára születtek a gyerekeim. Úgyhogy ők úgy nőnek fel, hogy a mindennapjainknak a részei. Viszont nálunk soha nincsen olyan, hogy valami kötelező, és nincsen rájuk szabott állandó feladatuk. De mindemellett azt veszem észre, hogy mégis mindenhol ott vannak. Egy példa a múlt hétről, hogy mondtam nekik, hogy hátra kell menni most már a kukoricát leszedni, mert hiába volt olyan finom zsenge, hogyha nem szedjük le, akkor előregszik ott a száron, és nem lesz élvezhető, úgyhogy én most hátra megyek, és letöröm az összes kukoricát. Ha van kedvük, akkor jöjjenek velem, és majd a kukoricaszárakat kivágom a tövénél, és minden lónak vihetnek belőle. A lovak ezt nagyon szeretik. És mind a kettő ült az árnyékban, és mondták, hogy most ők inkább játszanak, itt nekik nincs kedvük hátra jönni. Mondtam, hogy jó, mindegy, én ott leszek, aztán majd jöttök, ha akartok. Nem telt bele 3 perc, mindkét gyerek ott volt, és versenyt futva egyenként szaladgáltak a kukorica szárakkal, és minden lónak adtak belőle a tanyába, és játékot csináltak az egészből, miközben ők segítettek nekem. Viszont, hogyha azt mondtam volna nekik, hogy ne üljél a hűvösbe, amíg én hátul dolgozom, igenis gyertek el, és kell segíteni, vedd ki a részed a munkából, akkor egész biztos vagyok benne, hogy ellenállásba ütközök, és nem is jöttek volna hátra. Úgyhogy én mindig azt próbálom, tulajdonképpen nem csak semmi más, csak a hétköznapi dolgaimat. Tehát, hogy nem próbálom őket beleerőltetni ebbe az egészbe. Hagyom, hogy ha be akar kapcsolódni, akkor megpróbálok megfelelő türelemmel és időt rászállva megmutatni, hogy egy-egy munkamenet micsoda. Persze sokkal gyorsabb azt mondani, hogy elhagyod, majd én megcsinálom, de rájöttem arra, hogy hosszú távon kifizetődőbb az elején az időt belefektetni, és alaposan megmutatni és elmagyarázni, hogy mit miért csinálok, mert utána, hogyha lesz kedve, önállóan tökéletesen végre tudja hajtani a feladatokat. A másik pedig az, hogy talán ez a bennük lévő szabadságérzés az, amit nem korlátozok azzal, hogy nem teszem kötelezővé.
És mivel én magam így működök, tehát nekem nem kötelező feldolgozni a tejet, de mégis feldolgozom, ha neki nem kötelező kukoricát törni, akkor jön és töri a kukoricát. Szerintem ez magamból való kiindulás miatt van így a gyereknevelésben. És maga a gyereknevelés egy olyan dolog, amiről nem tudhatjuk azt, hogy jól vagy rosszul csináljuk, csak majd 25 év múlva. Úgyhogy majd akkor fog kiderülni. Viszont nagyon sok mindenben megengedő vagyok. Például mindkettőjüknek van mobiltelefonja, amiben nincsen kártya, és használhatják fotózásra a telefont. De időközben az iskolában lett egy Minecraft projekt, amiben ők részt vesznek, és nem az eredeti játékot, hanem egy ahhoz hasonlót letöltöttek, és otthon is szoktak vele játszani. És az elején én ezzel nagyon ágáltam, és nem szerettem volna, hogy ők telefonozzanak úgy a szószoros értelmében, ahogy egy mai gyerek telefonozik. És aztán az iskolai igazgatóval beszélgettem erről a dologról, és valójában ő győzött meg arról engem, hogy nekik egy olyan világban kell majd boldogulni, ahol az összes többi társuk és a korcsoportjuk készségszinten alkalmaz digitális eszközöket. Hogyha én tőlük ezt elveszem, és nem engedem meg, hogy kifejlődjön bennük az a készség, ami majd lehetséges, hogy az ő korukban szükséges lesz, és nem lesz arra idő, hogy ott pötyögje, hanem neki is vakon kell majd az érintőképernyőn beírni, bár szerintem addigra már érintőképernyő se lesz, hanem valami hipermodern gondolat, átviteles dolog lesz, mire ők nagyok lesznek, akkor én őt handicappelem a saját korosztályában. Úgyhogy arra figyelek, hogy egészséges mértékben, de valamilyen szinten használják ezeket az eszközöket, és Julcsi kifejezetten videózásra kérte a telefont, videózásra és fotózásra. És amikor még ezt nem engedtük meg, akkor egy pár hétig ellenálltam, és utána rájöttem, hogy semmi más nem csinál, csak mintát követ, hiszen az apukája folyamatosan videózik. Akkor hogy várnánk el tőle, hogyha ő akar befőzni, ő akar sajtot csinálni, akar kenyeret dagasztani. Persze, hogy akar videózni, mert azt is látja a szüleitől. És onnantól kezdve elkezdtem neki ezt engedni, és persze apai mintára, nem YouTube, hanem TikTok csatornája lett, ami a korosztályában, az iskolában egyébként őt egy nagyon menő szintre emelte, és ez már a beilleszkedésében is egy nagy segítség volt. Neki vannak saját TikTok videói, amik arról szólnak, hogy ő a kedvenc fészkéhez felmászik, és megmutatja benne a többi gyereknek, hogy mi van ott, vagy bármilyen tanyasi dologról. És én úgy érzem, hogy az, hogy ezt megengedtem, ez a lépés, ez neki segít a beilleszkedésben, és a többi gyerek is másképp viszonyul hozzájuk az iskolában. Úgyhogy a barátkozásban is segíti őket. És visszatérve a kortársakra, ők még abban a korcsoportban vannak, ahol menő tanyán lakni, és menő kivezetni egyedül egy lovat, menő behajtani a birkákat, és a többiek csodálattal nézik őket, hogy ők erre képesek. És bármikor láttad-e, hogy ennek hátulütőjét szenvednék a gyerekek? Hogy tanyasiak bármikor, bármilyen korosztályal esetleg, hogyha úgy játszanak, vagy egyéb, mert gondolom ehhez képest nekik a játékaik is, így, hogy mondod, a telefon egyéb hiány gyakorlatiasak, tehát a bot egyebek bojtén előkerül. Igen, Bojti mindig férfias játékokat játszik, és megdöbbentően férfias úgy jön magától, anélkül, hogy én úgy érzem, hogy ez nem tettem hozzá nyilván semmit, mert én nem tudok vele férfiasságot nevelni, de ő az, aki bölcs, és ő az a védelmező. Kimennek a dűlőbe sétálni, biztos, hogy visz magával egy botot, és hogyha megkérdezem, hogy miért, akkor közli, hogy azért, mert ha jön egy kóborkutya, meg kell védenie a Julcsit. Neki ez alap, hogy ő az, aki majd itt lerendez mindent, ami probléma. Eddig hátrányt nem éreztem. Azt érzem, hogy majd amikor lesz ez az önállóan, elmegyek a barátokkal, ezt lesz nehéz megoldani, és azt sem tudom, hogy ezt hogy fogom majd kezelni. Az elején biztos, hogy így a fejemben az a stratégia, hogy inkább szervezzük hozzánk ezeket a bulikat, és jöjjenek a barátok. Nyilván ez egy idő után majd nem lesz elég, és beszűkíti a teret nekik, de akkor majd, hát nagyon megengedő vagyok, úgyhogy valószínűleg én leszek az az anyuka, aki ilyen 3-kor beül a kocsiba, és értem egy. És legalább addig abban hagyom a befőzést. Szinte látom magam előtt. Igen. És még egy kérdés, hogy élitek meg, lányok, hogy melyik a szó nem helyes, hogy nehéz szerep, melyik az a szerep a feleség, gazdasszony, édesanya, ami a legtöbb időt veszi el egy tanyán élő nőtől, és a legtöbb, az energia nem jó, a legtöbb odafigyelést igényli tőle. Melyik az a szerep? Hogy látjátok? Számomra a gazdasszonyi szerep, mert nem ebbe születtünk bele, és át kell látnom azt a komplexitást, ami egy
régi idős asszonyba benne van ösztönösen. Aki tudja azt, hogy mit mikor kell csinálni, és hogy minek van itt az ideje. Nekem ezeket nem ösztönből kell tennem, hanem ezek tanult viselkedések a részemről. És ezért van az, hogy sokszor elcsúszok időbe. Próbálom magamnak felírni örök naptár szinten, hogy mikor mire kell koncentrálnom ahhoz, hogy ne csúszak el, de mégis előfordul az, hogy egy-egy termény egy kicsit előregszik a tövön, mire oda jutok, hogy leszedem. Vagy egész egyszerűen túl kell egy kenyér. Tehát hiába van napi rendem, nekem ez a gazdaszonyi lét szerintem a tanyasi körforgásnak az összefogása. És az egész évre való kiterjesztése. És én úgy érzem, hogy ezt megtanulni talán egy egész élet kevés. Tehát ebbe beleszületni kellett volna ahhoz, hogy én ezt profi szinten csináljam, és évről évre tudok rajta javítani, de nem tud annyira tökéletesen összeállni a fejemben, mint egy olyan idős néninek mondjuk a környékünkön, aki ebbe beleszületett. És akármennyit próbálok tőlük tanulni, én mindig csak utánuk megyek. És nem tudom, hogy mikor jön el az az életkori szint, amikor ez így átfordul, és az ember ezeket már zsigerből úgy csinálja, hogy mindig mindenhol időben ott legyen. Úgy érzem, hogy sok helyen ott vagyok, de van, ahol egy kicsit későn. Értem. Azt mondhatjuk, hogy a gazdaszonyi lét, illetve az anyaszerep az tervezhető, tehát az terveket igényel egy tanyán, hogy mit fogok most eltenni, illetve a gyerekeket milyen iskola, hogyan fogom nevelni, és ebből egyelőre a feleségszerep, ami ebből kilóg, ugye? Tehát ott nincsenek tervek, ott érzések vannak. Hogy melyik igényel nagyobb tervezés, csak feszegetem, a gyermeknevelés vagy a gazdaszonyi szerep? Nekem a feleség és az anyaszerep az ösztönből megy, a tervezéses része az a tanyán való gazdálkodás. Nagyon jó, köszönöm. Elvira? Amíg beszéltek, amíg Kriszti beszélt, addig így megpróbáltam végig gondolni. Majdnem ugyanazt kell mondanom, amit ő mond, de mégse. Én úgy gondolom, hogy különböző személyiségek vagyunk, nem ő meg én, hanem úgy általában, és én az a fajta vagyok, aki mindig nagyobbat harap, mint amennyit el tudna rágni. Tehát én nekem egy napra annyi ötletem van, hogy ezt is, és azt is, és el ne felejtsem, hogy reggel 4-kor pontosan tudom, hogy a 10%-át esetleg, ha szerencsém van. Tehát én sosem fogom, nem is pályázok arra, hogy majd egyszerű utolérjem magamat, nem az a fajta vagyok. De mert menet közben már megtanultam súlyozni, tehát hogy mi az, amit tényleg meg kell lenni, és mi az, ami tulajdonképpen hobbi, és nem baj, hogyha elmarad, jó lesz holnap is. Ez ilyen szempontból egyáltalán nem okoz gondot. Most ez nagyon ilyen dicsekvően hangzik, de nem annak szánom, hanem inkább magyarázatnak, hogy ha jól mennek a dolgok, és azért általában jól mennek a dolgok, akkor én úgy érzem, hogy benne vagyok abban a mostanában sokat emlegetett flow-ban. Tehát én nem agyalok éjszaka, és reggel nem úgy kelek fel, hogy már pedig ez mában meg lesz. Tehát én nekem ilyen gondolataim vagy érzelmeim nincsenek. Én alkalmazkodni szeretek a helyzethez. És azért lássuk be, hogy a gyereknevelés arról szól, hogy hogyan tudod a legtöbb elvedet feladni. Ugye? Tehát gyereknevelés meg aztán főleg nem tervezek, tehát én kigondolom, hogy ügyvéd lesz bele, és autóversenyzővé válik. Ez most pont nem igaz, azért mondtam. Mert hogy mégis hogy? Ugye? Tehát egy csomó, és én azt is gondolom, hogy a tanyas élet arról is szól, hogy az ember megtanul teljesen rugalmasnak lenni. Most az idén velünk olyan történt, a kisfiam elültetett valami, nem tudom, 7000 tő batátát, és másnap jött egy olyan vihar, hogy meg se találtuk a batátát. Na most akkor, ha én tervezek előre, és számítok bizonyos dolgokra, és ez megtörténik, akkor összedőlt a világom. Ha nem tervezek erre, nem számítok, ez egy próba, egy kísérlet, és nyilván a lelkem mélyén azt szeretném, hogy most egy gyönyörű batátafődöm legyen, és millió most leszek belőle. Mert megveszi tőlem a spár, vagy nem tudom, valamelyik ilyen izé. De mert, hogy gyakorlatilag a pénzügyi és várható nyeresség, veszteség is ér, tehát azonnali pénzügyi, rengeteg munka. És hogyha ha én ezt nem tudom így elengedni, és akkor a helyére csemege kukoricát ültetni, akkor nem menjek tanyára. Tehát én azt a fajta tervezést, amit mondta, hogy időben odaérjek, hát igen, van ilyen, hogy veszteség van, de én ezt nem veszem föl. És most a gazdaszonyi szerepről beszélek. A gyerekneveléssel hasonlóképpen nekem fiaim vannak. Tehát nem tudom, ma tök jó és jön haza az iskolából, hónap meg a balesetibe találkozunk. Mégis mit tervezzek? Ugye?
Tehát befakolt autóval, megyünk nyaralni, és utána egy hét kórház van belőle, mert mosatják a térdén a begyulladt izületet. Mégis hogy? Jön a feladat, és akkor belállunk, és megoldjuk. Tehát én ilyesmi kísérletet, még gondolatkísérletet se teszek, amiről a Kriszti beszélt. A párkapcsolat, meg ott nyilván, ott meg hozott anyagból dolgozunk. Tehát megint csak nem nagyon tervezhetsz, mert én eltervezem, hogy akkor holnap jön haza, és ezt megcsináljuk, és akkor holnap haza, én azt mondja, hogy hát tudod mit, el vagyok feladva, én pihenni jöttem haza. És puf, eltűnik, és aznap már nem látom. Tehát akkor tervezzek? Mi volt? Lányok, igetek a lányok. Ezt most azért mondom, hogy én egészen máshogy élek, és semmiképpen nem próbálom meg ilyen nehezen megtartható rendszerekbe tenni a semmit se, ha lehet. Elindul a nap, és egyik dolog következik a másikból, és mindig csak átlépek a következőbe. És akkor való igaz, hogy ennek az az eredmény, hogy volt olyan, hogy reggel hajnalban szeretek főzni, még akkor hűvös is van, melyne, tehát ó, nincs zöldség. És akkor kimegyek hátra a kertbe, hogy akkor hozok be egy marék zöldséget, de közben meglátom, hogy az meg már túlnőtt, le kéne csipkedni. Azt meg főnyomta a gaz, hát akkor mi lesz ebből? Hopp, ott meg már azt le kéne szedni, de akkor előtte ki kell tisztítani. És akkor nem tudom, ilyen 6 óra felé jött haza aznap a család, és akkor én ilyen 6 óra után 5 perccel előkeveredtem a kertből, a zöldséggel a kezemben, ez mert a főzés ismerős. Elmaradt. Az én feleségem pont ilyen. Kiragadtam a kertbe, de nem vettem észre. Ő is kiugrik 5 percre, és aztán 2-3 óra kerül elő, mert ezt is megcsináltam, azt is megcsináltam, igen. Hát nem maradt, hogy úgy ment a, ki kellett egyenlen. De nem a plázában volt. Sose. De észre se vettem, hogy kim vagyok. Tehát nem volt nálam innivaló, ennivaló, nem tudom, napvédőkalap. Kint eltöltöttem a napot, és nem vettem észre. Mert hogy ott vagyok otthon, aztán ha visszamegyek a konyhába, ott leszek otthon, és akkor gyors ebédet főzök 5 perc alatt. Mert az öltség is kimaradt. Tehát, érted? Értem. Nem mondom, hogy ezt követni kell, de nekem elég jól működik. Kinek melyik áll testhez? Dia, nagyon kíváncsi vagyok ezek után. Mind a hárman más egyéniségek vagyunk, de annyi közös van bennünk, hogy én libabőrös leszek sokszor, amikor beszéltek, és ugyanezt el tudnám mondani, mint a Kriszti, de szerintem a beszélgetésünk elején én már mondtam ezt, hogy 26 év minusszal indulok, mint azok a régi asszonyok, akik ebbe beleszülettek. És nekem a 91 éves még él nagyanyám, az apai nagyanyám, ő falusi somogyi asszony volt. Hát a nyomába nem fogok érni, nem is cél, ez nem frusztrál. Én mindent megteszek, de nekem a gazda asszonyi szerep okozza a legnagyobb nehézséget, és ugyanúgy, ahogy ti elmondtátok, a gyermeknevelés, a férj, hát ezek érzelmi, meg ösztönös dolgok, próbáljuk a legjobbat, meg hát ami van, a legjobbat próbáljuk, és a legjobb szándékunk van. A gazdaasszonyi szerep mindenképpen hátrányban van az, aki nem ebbe született bele. A kenyér túlkelés, hát akkor is szóra-szóra, főleg ebben a melegben nyáron, aki ezt tudja, nagyon nehéz kenyeret sütni, ugye, aki tehát kemencébe hagyományosan kovásszal, hát túl kell, már ekkora. Nem mondom a férjemnek, figyelj, hogy áll a kemence 5 percenként a hőfokot, hogy már ott van a szakajtóban, már mondom, már nem jó. Tehát, hogy egy folyamatos küzdelem, de ez jó értelemben, tehát én ettől boldog vagyok, és szabad, csak nehéz. A 26 évesen kerültem egy alföldi tanyára, egy nagyvárosból, és elmondtam egy órája, hogy egy leves nem tudtam berántani. Hát, és azért onnan az út maga a cél, ez egy jó mondás. Tehát eljutottunk nagyon messzire, de egy élet is kevés ahhoz, én nem leszek olyan, mint a nagyanyám, aki ebbe született, a tehén farához született. Az ránézett arra a jószágra, a füleállásán tudta, mi a helyzet. Olyan kertje van, mint a kertje. 85 éves koráig olyan kertje volt, hogy nekem az életemben nem lesz olyan permetezés nélkül. Hát hogy csinálod? Neked szeretném mondani, de mindenki másnak is, hogy közben megváltozott ám a világ. Tehát ő neki mikor csörgött a mobiltelefonja lekvárfűzés közben? Az én nagymamám, amit te mondasz, azt így nagyjából el tudom mondani, és én sokszor is szoktam elmesélni, vagy így emlegetni, hogy ő egyszer nem berúgott emberként és nőként levezényelte a disznóvágást. Tehát reggel 5 órakor a férfi nép az... Ugye? De ő sparhátban főzött. Kint az üstben abáltak.
ő figyelte, hogy mit, hova tesznek, ezt füstöljük, ezt daráljuk, ezt nem tudom, mindent. Reggeliztetett, és ugye az egész rokonság ott volt, nem tudom, voltunk, vagy 20 biztos, meg egy rakásgyerek a lába alatt útban. És senki nem segített neki. A testvére volt az egyetlen, aki a belet kimosta, és ezen kívül a nagymamámnak kellett csinálni mindent. Ebédet főzött, általában háromféle, mert ugye olyan volt szokás. Estére hájas süteményt sütött, ami nekem az egy napos, most már nem, de amikor nekifogtam, biztos, hogy több izzadság volt benne, mint háj. És vagy 4 óra aztán keresztül csak a tésztáját próbáltam hólyagosra verni. Ő disznóvágás közben megcsinálta. És nem volt mosatlan. De amit te mondasz, hogy onnan jött, tehát ez így benne volt az egymás utáni mozdulatoknak a sokasága a rendjében, és biztos vagyok benne, hogy közben egy meditatív állapotban volt. És egyszer nem emlékszek, hogy veszekedett volna, vagy gyerekekre rászol, menj más útba. Minden úgy volt jó, ahogy volt. De nem szólt a mobiltelefonja. Talán úgy lehet, hogy azon a hátsó részen a disznóvágán még villany se volt. Egészen más, tehát nem biztos, hogy azt kell nekünk célul tűzni, hogy ugyanúgy csináljam, mint a szomszédnéni, aki észre se veszi azt, amiben én belehalok. Őtőle senki nem lopott időt. Tőled a telefon, a tévé, a rádió, a postás, a nem tudom, ez mind időlopó dolog, amikor neked valamiben benne kellene lenni teljes személyiségeddel. Ugye? Ezt nem fogod tudni, ezt az időt visszakapni a világtól. Tehát, hogy szól a mondás, hogy a kondícióhoz igazítjuk az ambíciót. Tehát az én kondícióm az, hogy ebben a világban is kell működjek, éljek, fölvegyem a mobilt, nem tudom, mit csináljak. Akkor igenis veszteséget fogok szenvedni a régi dolgoknak a tökéletes elvégzésében. Az a kérdés, hogy ezt az arányt tudom-e olyan szinten tartani, hogy elégedett legyek azzal, amit el tudtam végezni, és ne essek ki a külvilágból se. Mert el lehet vonulni remetének. Igazából én azt gondolom, hogy ezek nem is annyira veszteségek. Nem, de mégis annak éljük meg. Igen, de... De ő is ennek éli meg, hallod, hogy nehéz a gazdasszonyság, mert... És azt mondja, hogy írom. Én nem vagyok ilyen rendes, én elengedem. De attól mégiscsak nyom bennem is, hogy ezt is meg kellett volna csinálni. Meg lehet, hogyha tegnap rászánom. Tehát ezek ilyen belső igények, és így veszteség, mert annak élem meg. De nem így kéne szerintem. Igen. Az a helyzet, lányok, hogy itt tudnánk beszélgetni szerintem este 9-ig. Ugye? Én mondtam. De még vannak mögöttünk előadók, akik még következnek. Ki beszél még? Én fogok már csak beszélni, megintek összefoglalnám ezt a gyönyörű beszélgetést. Meg vagyok nyugodva, mert lesznek rendes felnőttek, mert a ti gyerekeitek mind azok lesznek. Ilyen édesanyja mellett csak azok lehetnek, más nem. Én is ezt gondoltam is, hogy vagy agyonütött, tehát... Két esélye van, hogy vagy rendes ember, vagy nem éli meg. Én büszke vagyok rá, hogy veletek beszélgethettem. Példa, amit csináltok. Példaképé lettek szerintem nagyon-nagyon sok nőnek, lánynak, asszonynak. Nagyon szép eredményt elértetek már. Köszönöm, hogy velem beszélgettetek. És arra biztosítok mindenkit, hogy a lányokat találjátok meg, állítsátok meg, és kérdezzetek. Amit most esetleg itt nem tudtatok megkérdezni az időszűke miatt, beszéljetek velük! www.tanyaegyetem.hu Lendület a szabadság felé. Tudás, mely segít eligazodni az élelmiszer önellátás útvesztőibe, melyel számtalan kudarcot spórolhatsz meg. Folyamatosan bővülő videókkal. Minden előfizetőknek köszönjük szépen, hogy támogatta a fenntartható visszafejlődés itt Cegléden megvalósuló eszméjét.